Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa TV híradója. Főbb híreink először egy-egy mondatban. Irány Rio. Az ünnepélyes eskütétel után Molnár Flóra, a dél-zalai vízműese sportolója hivatalosan is az olimpiai keret tagja lett. Kreatív városok. 16 diák vehetett részt Nagykanizsáról a 21. kőszegi nemzetközi nyári egyetemen. Északi fény. A norvég táj szépségeit bemutató fotókiállítás nyílt a Magyar Plakátházban. És most a részletek. Kanizsai olimpikon. Rióba utazik Molnár Flóra. A kanizsai dél-zalai vízműese úszója, mint arról korábban már beszámoltunk, múlt héten 50 méteres gyorsúszásban teljesítette a kijutáshoz szükséges szintet. Molnár Flóra a csütörtöki eskütétel után hivatalosan is a magyar úszóválogatott olimpiai keretének tagja lett. A versenyző elmondta, a Budapest Openen úszott ideje alapján egyértelmű volt az olimpiai keretbe való bejutás. A kanizsai olimpikon július végén utazik Rióba, a női 50 méteres gyorsúszás futamai augusztus 12-én lesznek. Zala megyéből egyedül a nagykanizsai úszó jutott ki a riói ötkarikás játékokra. Igazából már akkor tudtam, hogy megyek Rióba, amikor megúsztam a szintűzőt, mert ugye senki másnak nem volt szintje, és valószínű volt, hogy ha megúsztam a szintűzőt, akkor utazom. És az felfoghatatlan érzés volt, nagyon örültem neki. Nem is hittem volna, hogy ennyien jó időt tudok úszni. Szabad egyetem. 16 nagykanizsai diák vett részt a 21. kőszegi nemzetközi nyári egyetemen. Nagykanizsa áprilisban csatlakozott a Kraft projekt elnevezésű térségfejlesztő programhoz, amelyet dr. Miszlivec Ferenc professzor, a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének főigazgatója indított el. A Kraft, azaz Kreatív Város Fenntartható Vidék program célja, hogy a társadalmi és vállalati innováció összekapcsolásával élhetővé tegye a városokat. Lehetőséget teremt a fiatalok számára a helyben maradásra, tanulmányaik befejezése után is. Ehhez a programhoz csatlakozott áprilisban a Pannon Egyetem nagykanizsai kampusza, amely azóta is Kraftpontként működik. Az egyetem pályázatán résztvevők jutalomútja volt a kőszegi kirándulás. A sokféle pályamunka fő célja a fiatalok helyben tartása volt. Szeretnénk itt tartani a helyi fiatalokat, mivel az országon belül és a régión belül is elég nagy a városok között a verseny. Sajnos nagyon sok fiatal vándorol el a városból, Budapestre, esetleg a régió más nagyvárosaiba, illetve külföldre. A kőszegi program különlegességeként dr. Benjamin Barber politológus, politikai elemző előadását hallgathatták meg a résztvevők. Az amerikai professzor szerint a globális problémákra, mint például a migráció, azonos megoldásokat kell alkalmazni. Kálovics Tibor, a Pannon Egyetem nagykanizsai hallgatója azt mondta, számára nagyon tanulságos volt az előadás. Nagyon is egyet tudok érteni a professzor úr által elmondottakkal, hogy most már globális problémákat kell megoldani a világnak, hiszen ma már nem lehet ténylegesen ezeket a problémákat nemzeti szinten kezelni, hanem ezek már az egész világot érintik. A Kraft projekt megvalósításának első fázisa az ötletek begyűjtése volt. Szeptembertől a munka a civil szervezetek bevonásával folytatódik. A látogatásom a civil szervezeteknél, múzeumokban, könyvtárban azt fogja szolgálni, hogy megpróbálok újabb és újabb felületeket keresni, ahol ez az együttműködés, a hallgató bevonása megvalósulhatna. A Pannon Egyetemek Szövetsége tagjaként a projektben résztvevőknek szeptembertől újból lesz lehetőségük a tapasztalatcserére és az együttműködésre. Gyékényesen pihenik ki a tanév fáradalmait a Nagykanizsai Szakképzési Centrum műszaki szakképzőiskolájának tanulói. Az intézmény idén is meghirdette vízi és vitorlás táborát. A tábor sokáig a Balatonnál, az utóbbi években viszont a gyékényesi búvárbázison tartják. Szakács Debor a középiskolás évei alatt egy tábort sem hagyott ki. Tanulmányait szeptembertől Budapesten folytatja, de mint mondja, jövő nyáron is visszatérne Gyékényesre. Keszthelyi vagyok, a Balaton mellett vagyok, de nekem ez valahogy mégiscsak a szívemhez jobban közel áll, azért sokkal tisztább a víz, és szerintem a környezet az kicsit kellemesebb, de hát kinek mi mások azt mondják, hogy hát hú, Keszthelyi Balaton mellett milyen jó az. De hát ezért én nekem ez sokkal jobban tetszik a környezet, meg hát ugye az ismerősök, meg
olyan emberek, akiket azért eléggé szeretek meg. Hát azért a csapatvezetők is nagyon jó. A táborozók napjai változatosan telnek, aktív és passzív pihenésre, sportolásra egyaránt van lehetőség. A fő csapás irány az most már a búvárkodás, a vitorlázás mellett, és hát egyébként meg mindenre van lehetőség, tehát látjátok, van röplabdapálya, lehet focizni, és hát a vízisportok meg ugye eleve töménytelenül itt vannak, és van mindenre lehetőség. Négy tanulónak már van búvárvizsgája, de a többiek is részt vehetnek egy próbamerülésen szakképzett oktató irányításával. Emellett a diákok a vízből mentés elméleti és gyakorlati alapjaival is megismerkednek a vízitáborban. Felújítás. 2 kilométernyi járdát újítanak fel Sormáson 18 millió forintból. A beruházáshoz 15 millió forintot pályázaton nyertek, 3 millió forint pedig az önkormányzat önrésze. A szakemberek több utcában is dolgoznak már a településen. Az összes pályázaton részt veszünk, hát természetesen nem fog mindegyik nyerni. Ennek a 15 millió forintnak nagyon örültünk, de a következő években is beterveztünk járdafelújításokat. Ha lesz pályázat, akkor azon indulunk, ha nem, akkor önerőből fogjuk megoldani, vagy tervezzük megoldani. 200-nál is több madár kapott gyűrűt a fenékpusztai madárgyűrűző állomáson. A nádasban élő vándormadarak vonulásának kutatását több mint 100 éve kezdték. Ezt segíti a gyűrűzés. A szakemberek szerint a fenékpusztai madarak idén nagyon jó kondícióban vannak, sem a májusi fagyok, sem a kevesebb táplálék nem okozott jelentős károkat az állományban. A gyűrűzésen az állomás munkatársait önkéntesek és érdeklődők is segítették. Ez egy nádi poszáta. A cseregő nádi poszáta a leggyakoribb madár a nádasban, ebből is szép számban fogtak be tegnap a fenékpusztai madárgyűrűző állomáson. Ez az utolsó tavaszi úgynevezett cezgyűrűzés, ilyenkor még könnyen megállapítható az első és második fészek alja kora. A madarak nyáron vedlenek, ősztől már nagyon nehéz megbecsülni, hogy fiatal vagy idősebb madarat fogtak be. A szárnyasok a nádasban kihúzott finom szövésű hálón akadnak fenn, innen gyűjtik be őket az állomás dolgozói és az önkéntesek. Ez egy több mint 100 éve folyó kutatómunka, elég komoly feladat, így a madárvonulás kutatása az elsődleges cél, illetve számon tudjuk tartani a populáció méretet is, hogy mennyire stabil egy-egy fajnak az állománya, illetve hogy hova jönnek vissza ugye költeni a madarak, valamint az életkorukat is tudjuk, ugye itt a legtöbb az most fiatal, ezekre gyűrű kerül, ha jövőre visszajön, akkor már tudjuk, hogy az egy-egyéves madár legalább. Sokáig úgy gondolták, hogy a cserregő és a foltos nádi poszáták 3-4 évig élnek, de fogtak már be 7, sőt 12 éves madarat is. A gyűrűzés alkalmával felírják a gyűrű számát, a faj nevét és a madár korát, de rögzítik a szárnyhozt és a madár súlyát is. A madarak idén jó kondícióban vannak, sem a májusi fagyok, sem pedig a kevesebb táplálék nem befolyásolta jelentősen a költést. A madárgyűrűzés nagyon népszerű, sokan keresik fel az állomást a nyári időszakban. Számomra nagyon nagy élmény, hiszen én az interneten folyamatosan nyomon követem a egyéb online webkamerákat, például Gólya, Rétisas, Szalakóta, tehát napi szinten, és akkor engem ez így érdekel, és pont ezért választottuk ezt a programot a mai délelőtre. Megjött a reggeli. Fenékpusztán nem csak madárgyűrűzéssel, de sérült madarak és elhagyott fiókák nevelésével is foglalkoznak. Ebben a röptetőben fiatal és idősebb gólyák laknak, közülük az egészségeseket visszavadítás után újra szabadon engedik. 1-2 hét múlva a macskabaglyok is búcsúznak az állomástól, amint átvedik a tollukat, visszaengedik őket a természetbe. Fenékpusztán hétfőtől minden nap folyamatos a gyűrűzés, egyéni látogatókat, önkéntes madárszedőket és csoportokat is szeretettel várnak. Ezzel a Nádi Rigóval együtt több mint 200 madarat gyűrűztek meg, mindössze 4 óra alatt a fenékpusztai madárgyűrűző állomáson. Átlagban 30-40 madarat szoktak meg gyűrűzni egy befogás alatt, idén azonban többször is rekordot döntött a nádasban fészkelők száma. A Keszthelyi Televíziót Regman Karola tudósította Fenékpusztáról. Háttérképek. Dolomitok, Norvégia. Az északi ország csodáit mutatja be a Magyar Plakátházban nyílt kiállítás. A Kanizsa Fotóklub tagjai és egy vendég kiállító tárja az érdeklődők elé a norvégiai fotótúrán megörökített szépségeket. Én merengve, ó természet, örök szépségidre nézek, s szemeimnek bámulatában néma, de szent imádság van. A Honvéd Kaszinó diák színpadának irodalmi összeállításával kezdődött a kiállítás megnyitó. A vendégeket Száraz Csilla múzeumigazgató köszöntötte. Kanizsa Fotóklubbal való közös együttműködés nem
egyedülálló a Turi György Múzeum és a Kanizsa Fotóklub között, és most is örömmel mutatjuk be ezeket a csodálatos és hangulatfestő alkotásokat. Nagy Kanizsáról 5 fotós vett részt a Sarki Fény országában tartott túrán: Horváth Zoltán, Kovács Krisztián, dr. Simán László, Tollár Eszter és Varga Szilárd. A tárlatot a vendégkiállító Vas Zoltán, a Biatorbágyi Fotóklub tagja nyitotta meg. Szerveztek itt Nagykanizsán egy norvégiai túrát, amit megszerveztek már hónapokkal ezelőtt, viszont utolsó két hétben az egyik tag megbetegedett, olyannyira, hogy nem tudott elutazni erre a túrára, és egy itteni nagykanizsai barátnőm hívott, tudta, hogy én Norvégia megszállottja vagyok, és fölkínálta ezt a lehetőséget, hogy beugorhatnék én negyediknek. Így ugrottam be, így mentünk el Norvégiába, így barátkoztunk össze, és így lett ez a kiállítás, és így kerültem én ide. A norvég táj szépségeit bemutató kiállítás a nyár végéig látható a Magyar Plakátházban. Király Gábor Nagykanizsán. A 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság egyik magyar hőse a kapus szakmát népszerűsíti majd. A Király Gábor Nemzetközi Kapusiskola 6 állomásos nyári rótsója augusztus 8-án érkezik városunkba. A magyar rekorder kapus és szakmai stábja minden helyszínen edzéseket tart, elsősorban 10-18 év közötti a kapus poszt iránt érdeklődő fiataloknak. Király Gábor természetesen az EB-n szerzett élményeit is elmeséli az érdeklődőknek. A szervező idősebb Vlaszák Géza elmondta, szakmai, baráti kapcsolat nyomán érkezik a Rótsó városunkba, ezzel is elismerve, hogy Nagykanizsa az elmúlt 30 évben nagy dolgokat ért el a kapusképzés terén. Jelentkezni a képernyőn látható telefonszámon lehet. Most főbb híreink, még egyszer röviden. Irány Rio. Az ünnepélyes eskütétel után Molnár Flóra, a dél-zalai vízműese sportolója hivatalosan is az olimpiai keret tagja lett. Kreatív városok. 16 diák vehetett részt Nagykanizsáról a 21. Kőszegi Nemzetközi Nyári Egyetemen. Északi fény. A norvég táj szépségeit bemutató fotókiállítás nyílt a Magyar Plakátházban. Ezek voltak a legfrissebbek és a legfontosabbak Kanizsán és környékén. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!